2020. július 1-én jött létre a Déli Agrárszakképzési Centrum, melynek központja Szekszárdon található és a fenntartója az Agrárminisztérium. Az országban összesen 5 ilyen szakképzést folytató centrum található. Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató elmondása szerint az intézmény iskolái 4 megyében vannak jelen. Ez Tolna, Somogy, Baranya, illetve Bács-Kiskun megyét jelenti, mintegy 12 szakképzést folytató iskolánk van. Tanulói létszámunk az körülbelül olyan 3300-3400 fő, és a munkavállalói összdolgozói létszámunk az pedig körülbelül 750-760 fő között változik. A főigazgató azt mondja, mindenképp arra törekszenek, hogy a legjobb személyi, illetve tárgyi feltételek álljanak rendelkezésre a képzésben résztvevők számára. Erre mind a technikai dolgozók, mind pedig az oktatók fel vannak készítve. A fejlesztések azok meg azt gondolom, illetve a pályázati források azok nyitottak. Egyre több pályázatunk van, hál' Istennek. Most jelen pillanatban körülbelül 40 darab pályázatunk fut. Ezek között vannak kisebbek, és vannak több százmilliós nagyobb beruházást érintő fejlesztések. Tehát a tárgyi feltételek megteremtése az azt gondolom, hogy fő prioritás és nagyon fontos feladat számunkra. Elsősorban az agráriumhoz kötődő képzéseket kínál a centrum, a két legfőbb ágazat a mezőgazdaság és az élelmiszeripar. Ezeken belül pedig a technikus képzéstől a 3 éves oktatáson át egészen a felnőtt képzésig várják a jelentkezőket. Utóbbi az elmúlt időszakban rendkívül nagy teret hódít.